és szinkronizálok is, képzeljétek el. Szinkronizálok. Tudjátok, melyik a leghíresebb szinkron szerepe? Ki tudja? A Verdák. Az! A Verdák, villám meg mi. Kicsáv, kicsipáv. Látta valaki? Ilyen sem látták. Most ránk alázat van. Na, szóval a szinkronizálás is egyfajta szegmense a színészetnek. A színészet rejtelmeibe avatta be a gyerekeket a kisvárdai születésű Tóth Roland, aki színházi munkái mellett számos nagyjátékfilm és sorozat főszereplője volt már. Ő volt a meglepetés vendég hétvégén a Kicsi Nagykövet program rendezvényén, amelyet a 30 döntőbe jutott tanuló számára szerveztek. Közülük kerül majd ki néhány hét múlva a megyek kicsi nagykövete és két kicsi attaséja. Azért tartottam fontosnak, hogy itt legyek, mert az ember dolgozik, csinálja a dolgát, pénzt keres, eltartja a családját, ezt azt csinál, de mindig egy kicsit tovább kell nézni, távolabb kell nézni a jövőbe, és a gyerekek a jövő záloga, és ez egy nemes küldetés, egy nemes projekt, úgymond, és ilyenben mindig jó részt venni. A Kicsi Nagykövet program egy határon átnyúló kezdeményezés eredménye, ami 10-12 éves diákoknak szól. Az idei gyakorlatilag egy főpróba év, amelyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartottak. Összesen 681 gyermek indult el a szellemi vetélkedőn, a többfordulós selejtező döntőjét pedig június 6-án tartják majd Nyíregyházán. A cél az, hogy a folytatásban ország és Kárpátalja szerte mozdítsák meg a kreatívan tanulni vágyó fiatalokat. A feladatok nagyon széles körűek, kultúra, történelem, helyi szokások, helyi hagyományok, helyi hírességek. Mi arra törekszünk, hogy a megyéjükről minél többet tudjanak. És erről ők készítenek kisfilmet, készítenek rajzókat, készítenek, sok mindent készítettek, és fognak is még, reméljük. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, miután látta a szervezők lelkesedését, egyértelművé vált számára, hogy segíti a programot. És ezért is hoztunk össze olyan egyesületeket, alapítványokat, akik támogatják ezt a programot, hiszen ezzel egy picit más jellegű szegmensbe tudjuk a fiatalokat bevonni, és ebbe a rohanó 21. században, a pandémia kellős közepén nagyon nehéz, hogy nem csak egy egyszerű játékkal, nem csak egy egyszerű gamerrel, hanem valami mással tudjuk a fiatalokat összehozni, ez a program ilyen. A Kicsi Nagykövet program egyik kiemelt célja, hogy ahogyan a legutóbbi hétvégén Tóth Rolanddal, a gyermekek a jövőben újabb és újabb megyei példaképekkel ismerkedjenek meg. A június 6-ai döntőben így a diákok teljesítményét például a szintén szívművész Nagy Sándor és a válogatott labdarúgó Dzsuzsák Balázs is értékelni fogja.